A szavazó cédulán annak ellenére szerepelt a VMS, hogy korábban a párt úgy döntött, mégsem indul a rendkívüli helyi közösségi választáson. Öt jelöltjük indítását ugyanis nem engedélyezte a választási bizottság, mert korábban lemondtak mandátumukról. Erre a többiek is visszaléptek a demokrata párti jelöltekkel együtt, akikkel a VMS koalícióban indult. Nem adtak helyet a panaszunknak, így visszarendeltük, vagyis visszavonultak a listán szereplő többi jelöltek, és őket valamilyen oknál fogva azért rajta hagyták a listán, hogy még nagyobb káoszt vagy felfordulást teremtsenek. Az álláspontunk az, hogy egyelőre ugye hivatalosak ezek a végeredmények, de semmiféleképpen sem elfogadhatóak. A választópolgárok 40%-a élt szavazati jogával. Többségük a Ligát támogatta, így mind a 9 tanácstag ebből a pártból került ki. A ligások azonban nem akartak nyilatkozni, a választási bizottság tagjai sem. Annyit mondtak, szerintük minden törvényes volt. A topolyai önkormányzat nem így gondolja, szerintük alapvető emberi jogok sérültek. Megtettük a megfelelő feljelentéseket, és várjuk praktikusan, hogy megjöjjön a bíróságnak az ítélete ezzel kapcsolatban. Én bízok benne, hogy napokon belül ez meg fog érkezni, és valószínűsíthetően meg fogják semmisíteni ezt a választásokat, mert ez így törvénytelen. A tartományi jogi, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár osztja az önkormányzat véleményét. Erről levélben értesítette Topolya község vezetőségét. A helyi közösség tanácsának 15 napon belül kell megalakulnia.